Szevasztok, srácok! Ez itt újra 300 alatt. A mai alkalommal úgy döntöttem, hogy bemutatok ismét egy kis briquettes készletet, mégpedig a nemrég megjelent, hát ősszel megjelent 4352-es madárijesztő készletet. Már az elején leszeretném szögezni, hogy nem vagyok nagy rajongója ezeknek a briquettes figuráknak, amik ugye nem licenszeltek, sokkal jobban szeretem az olyanokat, amit tudok valamihez kötni, viszont mindenféleképpen be akartam mutatni egy ilyet, hogy ti is el tudjátok dönteni, hogy ez most nektek kell, vagy nem. De nézzük is meg a doboz dizájnt, mindig ahogy szoktuk. Megkapjuk a szokásos dolgokat a dobozon, először is ugye ott van a LEGO logó, a briquettes felirat, 10 pluszos a készlet, 4352-es a kódneve és 177 darabos, és a hátterében pedig láthatjuk ezt az őszi narancsos szín, lehullott falevelekkel, és ugye a fő dizájn nem meglepő módon ez a kis scarecrow madárijesztő, aminek még a két oldalán van ilyen két kis kiegészítő néhány répával és kerítés elemmel, ahhoz képest egész jól néz ki, és a sarokba pedig le van írva, hogy ez a 84-es számú briquettes figuránk. A másik oldalán pedig találkozhatunk ismét a madárijesztőnkkel, csak egy kicsit más szemszögből, az oldalán pedig láthatók, hogy milyen nem licenszelt briquettes figurák érkeztek az elmúlt időszakban. Itt van a 81-es kutya, a 82-es csirke, a 83-as szellem, a 85-ös rénszarvas, 86-os elf és a 87-es elfi. Bontsuk kis rácok, nézzük meg, hogyan néz ki közelebbről ez a kis készlet. Összesen 4 darab számozatlan zacskónk van és egy kis leírásunk, ami 52 oldalas, a végén pedig kapunk egy kis reklámot a legújabb ilyen briquettes figuráról, mégpedig ezzel a kis karácsonyi rénszarvasos készlettel, és az elején pedig semmilyen háttérinformációt nem tudunk meg erről a madárijesztőről. Gyorsan összeépítem és nézzük meg utána kicsit közelebbről. Nos, srácok, hát igazából 20 perccel később vagyunk. Igazából általában ezek a briquettes figurák sosem tartanak annyira sokáig, főleg ebben az esetben, ami például ez is, hogy annyira azért nincs kidolgozva, legalábbis nincsen annyi rengeteg részlet benne, mint például az előző Joker készletben, mert hát a haját azért majdnem 10 perccel tovább tartott összerakni, mint így az egész készletet. Először is láthatjuk a figurán, hogy ez egy cölöpön áll, tehát egy teljesen más megoldást kapott a talapzata, mint a normális briquettes figuráknál, mert ugye ott simán áll a talpán, viszont ugye ezzel is mutatja azt, hogy ez egy madárijesztő, tehát ugye nincs ami megtartja, nincsen normális lába, hanem egy ilyen cölöpön áll, sőt még arra is figyelt a LEGO, hogy itt a belsőben, itt a test részében ugyanúgy végig tovább fut ez a cölöprész, tehát igazából soha nem fogjuk látni, viszont összeépítésnél azért elég mókás részlet az, hogy erre is figyelt a LEGO, hogy tényleg ott is folytatódik tovább az a cölöprész. Hogyha már bárki rakott össze briquettes figurát, tudhatjátok, hogy egy ilyen tömör elemeket szoktak összepakolni. Ebben az esetben ez egy teljesen más megoldás, úgyhogy ezért is egy plusz pont a LEGO-nak. Van itt az oldalán néhány kiegészítő, viszont arra felhívnám a figyelmeteket, hogy ugye a LEGO azóta már kiadott tök formájú tök elemeket, tehát nem kellett volna szerintem ezzel a narancssárga minifigura fejjel helyettesíteni a tököt, hanem egy normális tök elemmel meg lehetett volna oldani, és az sokkal jobban nézne ki. Szerintem ez egy kicsit furcsa megoldás, másik oldalán ott van két répa, két kerítés részlet, és itt a hátulján pedig folytatódik a figuránknak a cölöpsége, a felakasztottsága, mert a karjait is ugye
elméletileg azok a farudak tartják, és ezért szépen oda be van építve mögé, úgyhogy olyan, mintha. Aztán ugye a két keze helyén találhatók azok a kis kampós elemek, amik igazából nem erre lettek kitalálva, viszont teljesen úgy néznek ki ezzel a színárnyalatban, mint hogyha ugye a szalmáknak a kirógó része lenne, ugyanúgy a fejetetén is kilógnak azok a szalma elemek, ami tényleg ismét egy nagyon jó részlet. Megkapta ezt a sárga hajkoronát, ami egyértelműen ugye a szalmára asszociál, a ruhája ugye ez a kék és narancssárga színekben pompázik, hogy ez a tipikus ilyen overallt megkapta. A feje pedig egész egyszerűen ki van dolgozva, ebben az esetben semmilyen printelt elemet nem kapunk a szemeink kívül, és ebben az esetben kapunk egy orrelemet is, én nem is emlékszek rá, hogy bármelyik Brickheads figurára raktunk volna orrelemet, ebben az esetben kapunk egy ilyen barna háromszöget. Összességében srácok, ezzel a készlettel úgy igazából meg vagyok elégedve, attól függetlenül úgy egyértelműen nem én vagyok a célcsoportja. Viszont, hogyha ti szeretnétek egy ilyen kis őszi hangulatot varázsolni a szobátokba, akkor szerintem megfelelő kiegészítője lehet, és tényleg egész jó megoldásokat alkalmazott a Lego, amin elcsodálkozhattok, amikor összeépítitek. Úgyhogy srácok, hogyha tetszett a videó, mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, találkozunk a holnapi adásban, addig is jók legyetek, iratkozzatok fel, mert tudjátok, az nagyon fontos. Sziasztok!